itt hagytuk abba 5 éve. Még ma is nehéz megszakítani a sikert jelző tapsvihart, pláne nehéz volt a premier pillanatában ezt megtenni, amikor a felszabadult alkotóenergia találkozott a közönség katarzisával. Azt az érzékelhető kisülés okozta mámort, amit a Jászok történelmi dal és táncjáték okozott, azt gondoltuk, hogy sokáig nem fogjuk elfelejteni. Ami részben így is volt, van. De közben a világ oly sok nehézséget görgetett elénk, hogy ideje volt egy apropónak, ami újra felidézte az 5 évvel ezelőtt átélt színházi élményt. Ezek a jól elkapott momentumok mind-mind arról árulkodnak, hogy egy olyan úttörő produkciót láthattunk 2016-ban, ami hivatkozási alap is, útmutató, illetve minőségi mérce lett számos tekintetben. A grandiózus jelenetekben elrejtett művészi alakítások vagy a különleges dallamvilágra megalkotott táncszínházi momentumok most részben újra átélhetőek a Jászperényi zagyvasétányon. Igazi közösségi összefogásnak lehettünk tanúi az előadás létrehozásakor. A Jászberényi Mihály Gábor harangozó díjas érdemes és kiváló művész álma volt, hogy színpadra vigye a Jászok történetét alkotótársával Melis László Erkel díjas zeneszerzővel. Álmainak vizuális megvalósításához már a kezdetekkor kapcsolódott a szintén Jászberényi Sós Andrea, aki nem csak tervező művészi alkotómunkát, hanem az előadás produceri feladatait is vállalta. A 104 szereplős nagyszabású produkció mellé állt Jászberény és a Jászság valamennyi önkormányzata, a város számos vállalkozása, intézménye és Pócs János országgyűlési képviselő is. 5 éves a produkció, idén is a pandémia miatt nem szervezhettünk ugye nagyobb volumenű bemutatót, azonban remélem, hogy itt egy nagyon szép ünnepélyes közegben megemlékezhetünk erről, illetve felelevenítjük itt a csodás pillanatokat, és jövőre pedig szervezni szeretnénk Jászberényben is egy nagyon nagy ünnepi előadást, és a fővárosban is, vagy egyéb nagy magyarországi városokban. A vasárnapi kamara előadást kiemelt néhány fontos, a műben katartikus részletet, melyet a Lehel Filmszínház előtti téren adtak elő a szólista énekesek és a szereplőgárda néhány tagja. Mindez Szabó Sipos Barnabás színművész, festőművész kötötte össze a mű szellemiségével és később a szabadtéri kiállítás kapcsán saját gondolataival a Jászokról a Jászoknak. A produkció nem kisebb feladatot vállalt fel, mint hogy egy grandiózus alkotásban igyekszik a művészi képzelőerő legjavát a Jászok történetére fordítani. Ekkor olyan látvány, olyan zenei és olyan táncélmény született, mely képes volt érdekessé tenni a IV. Béla óta a magyar honban élő népcsoportot, miközben arra is képes volt, hogy a Jász leszármazottakban is felpiszkálja és erősítse az identitástudatot. Valami olyan nagy szellemi potenciálok, olyan nagy érzelmi erők álltak össze emmel, és persze anyagiak is, köszönet mindazoknak, akik ezt segítették, amik azt hiszem, hogy talán nem is biztos, hogy ilyen jónak kellett volna lenni, ha most úgy alapvetően azt gondolom. Nagyon heterogén volt a társaság, sokfélék voltunk, és mégis ez a szellem, ez a lehetőség, ez úgy összekovácsolta ezt a társulatot, hogy én azt hiszem, hogy a lehető legjobbat hozták ki magukból, ami most még így 5 év után is nekem nagy erővel hat. A folytatás a szervezők szerint részben a kultúrpolitikától is függ, mert az ilyen nagy szereplőgárdával bemutatott minőségi előadásokhoz komoly forrásra és stabil háttérre van szükség, a pandémia bizonytalanságairól már nem is beszélve. Addig pedig tovább őrizzük a kapott élményt, ami előbb-utóbb a tervek szerint a Jász fővárosban is újra átélhető lesz.